Itt állunk a fővárosi ítélőtábla tárgyalótárma előtt, és ítélethirdetéssel várunk a Csudai Gábor által az NMHH ellen megindított közérdekű adatok kiadása iránti perben. Első fokon ezt a pert már megnyertük, és nagyon reméljük, hogy így lesz ez most is másodfokon. Ez a per a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ellen indult, azonban azóta a TV2 és az RTL Klub is beavatkozott a perbe az NMHH oldalán. Azt szeretnék, hogy ők legyenek a pernyertesek, és ne kelljen kiadni a frekvencia pályázatokkal kapcsolatos szerződéseket. Elképesztően tőle, hogy maga az NMHH úgy nyilatkozott, hogy a frekvencia pályázatok nem jelentenek állami vagyont, amit nem is értünk, hogy akkor hogy gazdálkodnak vele. Azért nagyon izgalmas ez a per, mert az új PTK-ban az közpénzek átláthatósága lesz a tét. Az a helyzet, hogy ki fogják szedni az üzleti titok alól való kivétel szabályát, és így az állami szervek nem lesznek kötelesek mostantól beruházásaikkal, különböző szerződéseikkel elszámolni. Fővárosi ítélőtábla ítéletet hirdet. A fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. A perbeli esetben abban nem volt vita, hogy az alperes közfeladatot ellátó szerv, tehát ilyen módon a kezelésében levő adatok egyértelműen közérdekű adatokat minősülnek. Az információ szabadság kiemelt fontosságú alapjog, különösen abban az esetben, ha közpénzfelhasználás vagy állami tulajdonúban levő vagyontárgyak hasznosításáról, értékesítésével, megterhelésével kapcsolatos adatok merülnek fel. Közérdekű adat megismerését a közfeladatot ellátó szerv lehetővé kell, hogy tegye. Az NMHH és a TV2-t az RTL klubbal szembeni peres eljárásban, amelyben a TASZ látta el a felperes képviseletét, a másodfokú bíróság fővárosi ítélőtábla ma született ítéletében rögzítette azt, hogy állami vagyonnal gazdálkodó szervezeteknél a adatok nyilvánossága, a közérdekű adatok megismerhetősége az nagyon szűken korlátozható üzleti titokra történő hivatkozással. E körben jelen eljárásban az alperesnek kellett volna azt bizonyítani, hogy melyik részei a szerződésnek azok, amelyek üzleti titkot képeznek, oly mértékű üzleti titkot, amely aránytalan sérelmet okozna neki, amennyiben azok nyilvánosságra kerülnének. Ez nem történt meg, erre tekintettel a fővárosi ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amelyben kötelezte az alpereseknek a hatósági szerződések kiadására. A jelenleg hatályos polgári törvénykönyv azon passzusa, amely azon kitételeket sorolja fel, amelyek alapján meg lehet tagadni közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát, azokat nagyon szűk körben értelmezi. Ez amennyiben az újonnan életbe lépő polgári törvénykönyvből kikerülne, vagy máshogy kerülne bele jelentősen, akkor vélhetően ez az eljárás is más véget ért volna. De jó ír az, hogy nyertünk, viszont valószínűleg többet nem fogunk, ha csak nem változtatják meg az új PTK tervezetének a szövegét, és nem rakják bele, amit már annyiszor kértünk.